Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Spirituál Televízió 288. adása. A harmadik világháború küszöbén ez a rövid kis észrevételem, kis műsorom, kis előadásom a jelenkori, ugye pár nappal ezelőtt kezdődő nagyon komoly háborús cselekmények kapcsán. És igyekeztem az előző adásomban ezt nem behozni, mert nem szerettem volna a kettő dolgot összekeverni. Tehát az én saját kis egyéni problémáimat és kis küzdelmemet, az én kis harcomat és azt a harcot, ami tulajdonképpen zajlik már egész életemben, ugye gyermekkorom óta folyamatosan mindig, ugye ez véletőleg az én karmám, nem vagyok ezzel egyedül, önök között is, drága kedves nézők között is, sokan már ilyen 50-60 év közöttiek között is, ha végig gondolják, akkor egészen pici korunk óta tart ez a világjelenség. Ha csak például a Henry Kissinger nevét említhetném, aki már dupla annyi éves, mint én, de még köszöni szépen, mindig nagyon jól van. És ugye a Spirituál Televízió tényfeltáró műsoraiban, mind a 130 talán kisfilmben, amit feltettünk a spirituáltv.eu hírek a nagyvilágból sorozatba, azért egész tudományosan is, komolyan is lehet átlátni, hogy gyakorlatilag a Klaus, nem tudom, hogy kell helyesen ejteni, Schwab, német, Miklós, vagy nem tudom, hogy kell magyarul apostrofálni a fickót, és ez a Kissinger, és ez az egész jelenség, ami Suezi csatorna pici koromtól, a Yasser Arafat, mindig ezt hallgatom. A nagyapám hallgatta a rádiót hangosan reggel, vasárnap 17:30-tól, és akkor jöttek, hogy Suezi csatorna, mit tudom én, Kissinger ez, meg az, meg palesztinok, meg folyamatosan egész életemben ez a hidegháborús őrület zajlott. És aztán, amikor már felnőtté váltam szépen, akkor jött a katonakorom, ugye a határőr korom, amikor szembesültem ezzel az egész kérdéssel, ezzel a kelet-nyugattal, aztán utána elkezdtem okosítani magamat, ahogy tudtam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces történet. Ez az az én történetem, azt hiszem, vagy úgy látom. És bár kint látom a valóságban, úgy tűnik, hogy ez kint zajlik, de ez tulajdonképpen ez egy hozott dolog az én világomban is, és mindannyiunk világában is. Tehát senki sem különülhet el. Ezt végig kell csinálni. De nagyon sokszor meséltem már az elmúlt több száz adásomban egy némelyikében arról önöknek, hogy egy visszatérő álom, amit egész kicsi gyerekkorom óta álmodtam, mindig megjelenik, hogy egyedül vagyok, vihar, óceán, halottak, világvége, nincs senki, egyedül vagyok, és a nap gyorsan átdzsal az égen, aztán nagyon-nagyon sokszor átdzsal, és majd egy óriási sötétség, nincs nap, és én ott állok egyedül is, látom mindenütt a halottakat, látom a felkorbácsolódott óceánt, és várom, hogy történjen valami, és ekkor egyszer megjelennek az égen gyönyörű fényjárművek, és mindenféle színekben forognak, pörögnek,
és jönnek, és érzem, hogy jönnek, mint az E.T. filmben, hogy értem, haza, haza, elvisznek innen. Na most ennek az örök visszatérő álomnak és álomképnek is még sok-sok ilyen történt, és most spirituális módon próbálom önöket tájékoztatni arról, amit érzek ennek a világháború küszöbén adásnak a rövid felvezetőjében is, levezetőjében is, hogy gyakorlatilag úgy érzem, hogy arra születtem, hogy ezzel szembesüljek, hogy ennek a végére járjak, és hogy akár egy kicsit megjobbítsam, megszebbítsem az én rövid kis hangya pucunyi életemben, kis felvonásomban, vagy epizódomban. Nagyon sok minden történt az elmúlt két évben főleg, ami mindannyiunkat, akik felelősebben gondolkodunk, elgondolkodtatásra kényszerítette. Most éppen zajlik egy olyan esemény, amire már szerintem sokan egyetértenek ezzel. Nagyon régóta vártunk. Mindig megvisel az, amikor emberek ugye szívemet, a szívritmus zavarral, meg mindennel jár egy ilyen esemény, amikor valahol egy ilyen óriás káosz történik, amikor emberek tízezrei, százezrei, milliónyi rettegnek, halnak, egymást pusztítja testvér, testvért, szkíta testvéreink ölik egymást éppen. És ugye azt is elmondtam már nagyon sok Isten tiszteletemben és nagyon sok adásomban, hogy van bennem erdélyi szászvér, van bennem székelyvér, van bennem lengyelvér, ugye Zakopanéből polyák lengyelvér, van bennem magyar vér, és szkíta vagyok, hun vagyok, és most azt látom, hogy emberek, akik a testvéreink, akik tulajdonképpen békében, normálisan élhettek volna egymással, és egymást építve valami csodálatos új világot építenek, ehhez képest pedig ugye azt látjuk, hogy most éppen halomra lövik megint egymást. Nem véletlenül említettem a Kissingert, az Illuminatit, vagy nem tudom, minek nevezzük, háttérhatalmat, és a Klaus Schwabot, és az összes ilyen őrültet, akiknek köszönhetjük tulajdonképpen az elmúlt két évet is, akiknek köszönhetjük mind az egész 50 évünknek, már az 50-es testvéreimre gondolok, de ugyanúgy érinti ez a gyermekeimket is, a kamaszokat, a 30-40 éves korosztályt is, a 80 éveseket is. Tehát itt gyakorlatilag egy ugyanazon dolog történik, és most a napokban ami kialakult helyzet, ez is ennek a úgynevezett gyümölcse. Én úgy gondolom, úgy érzem, hogy minden összefügg mindennel. Tehát amit most az orosz elnök csinál, talán már jóval hamarabb meg kellett volna tennie. Én úgy hiszem, hogy itt magas isteni tartományok is jelen vannak, itt nem csak simán ilyen megélhetési politikusok is, nem csak egy ilyen szabadkőműves ármány, hanem itt nagyon magas szintű erők csapnak és csaptak össze az elmúlt két évben, és nem fogok most ilyen szakszavakat mondani, hogy mert nem szeretném, hogy törölnék a független tényel önőrök az adásomat, de hogy mint pandémia
és mint hogy már ahogy elkezdődött a Trump-féle őrülettel is, a választási USA-beli dolgokkal is, ez az egész időszak, ennek most úgy néz ki, hogy egy nagyon komoly végkifejlete kezdődött el. És az elmúlt adásban ugye említettem a kazár mafiát, és utána itt meg is állok, tehát most nem szeretnék ilyen politikai jellemzésekben, meg ilyen mindenféle ideológia, meg vallási, meg stb. Kérdésekben itt nagyon mélyre menni, de gyakorlatilag egy leszámolás folyik a Földön, úgy tűnik számomra, és nagyon-nagyon nagy figyelemre és felelősségre szeretnék szólítani minden olyan közszereplőt és minden olyan politikust, meg szakértőt, meg politikai jellemzőt, meg katonai értő embert, hogy nagyon-nagyon komolyan gondoljátok át azt, hogy mit tesztek és mit mondtok és mit cselekedtek. Nagyon nehéz volt ez az időszak, kezd kialakulni, kezd egy kicsit, most már érzem magamon is, ugye beteg voltam, lezárulni, és ugye szaglásvesztés, meg íz nem érzékelés, meg minden volt az egész családomban, és nagyon sokszor, csak ebben az évben, januártól nagyon sokszor átestünk több különböző úgynevezett betegségen, vagy nem tudjuk, hogy min, bárhonnan is jött ennek az eredete, mindenféleképpen a szimatom azt mondja, hogy ez mind összefügg azzal, ami történt Kanadában, az USA-ban, ami történik az Európai Unióban, ami történik a NATO-ban, ami történik Ukrajnában, az oroszoknál, Kínával kapcsolatos, Japán, tehát az egész világon egy mesterséges átrendeződés kezdődött el, és gyakorlatilag nagyon kevesen ébredtek erre rá, és nagyon kevesen merték kimondani a valódi okokat és a valódi összefüggéseket. Nagyon butaságnak tartom azt, amit most csinálnak különböző állítólagos ellenzéki politikusok, hogy mindenféle, meg ugye nem véletlenül mondtam az előbb a származásomat, tehát amit például a lengyelek, vagy a szlovákok, vagy a románok tesznek, és ezek a buta arcú Európai Uniós politikusok is, ezek a szankciók, ezek a teljesen gyermekded és értelmetlen fellángolások is átláthatóvá teszik magukat, és nagyon ritkán szoktam például az Orbán Viktor Mihályról jókat mondani, de most mégis úgy látom, hogy talán egy kicsit jó megoldást választott, bár nagy bajban van. Itt nagyon komoly a helyzet, nagyon ugye a nemzetközi helyzet fokozódik, ha lehetek egy kicsit ilyen vicces a tanúfilmmel kapcsolatosan. Tehát itt olyan szintű bonyodalmak vannak, hogy, és ha csak az állítólagos ellenzéknek a megnyilatkozásait látom, hogy milyen szankciók, meg milyen fegyveres fegyvereket küldeni oda, meg Ukrajnában, meg hát itt észre kell, hogy vegye egy normális ember, még ha úgy néz ki, ahogy mondjuk a Boris testvérünk, az angol miniszterelnök a hajával, meg a belga egészségminiszter asszonya 280 kiló súlyával, vagy a német 20 kilós hadügyminiszter asszony, és az összes többit, ha tudnám így mutatni, végig az egész világon, ezek a megnyilatkozások, ezek a megszólalások, ezek tökéletesen mutatják azt, hogy gyakorlatilag az alul rezgett, az alul szkíta
erkölcsi értékek, vagy jézusi, vagy krisnai, vagy buddai erkölcsi értékekre, felfogására alkalmatlan emberek sodorták az emberiséget oda, ahova került ez az egész. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan felszeretnék kérni minden embert, akik jelenleg bármilyen ilyen nagyon nagy okos tojás megnyilatkozásokat tesznek, hogy ne háborgassátok tovább a tengert, a bilit, vagy a vödröt, ne rázzátok. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes vizekre kerültünk, és mivel nem tudok elhallgattatni, és nem is akarok senkit, és nem akarok se kormánypárti lenni, meg se ellenzéki ellenes lenni, hiszen nagyon sok bajom volt az elmúlt években a Fidesz 2012 óta, amit művelt alkotmány alaptörvény kérdésben. Nem szeretnék állást foglalni ebben és abban sem. Nem szeretném semmilyen kollégámat, meg semmilyen orvos barátomat, meg senkit különösebben leszólni most és leveszekedni. Itt most nagyon-nagyon komoly a tét. Tehát itt most már nem erről van szó, hogy ki hogy nyilatkozik, ki, mint ez, itt elkezdődött valami. És bármelyik pillanatban akár egy világháború is létrejöhet, és ez most nem vicc, és én nem viccből küldtem el a békeimát, amit most be fogok játszani önöknek újra, amit 6 évvel ezelőtt készítettem. És nem véletlenül küldtem el ezt a békeimát még a háború kitörése előtt, mind az ukrán, mind a magyarországi ukrajnai nagykövet asszonynak, az orosz nagykövet úrnak, a NATO magyarországi, ugye, brüsszeli nagykövetének is, hogy küldje tovább a NATO országoknak, a parancsnokainak, nem azért, mert hülye vagyok, meg naív, hanem mert úgy gondolom, hogy valóban ennek spirituálisan és misztikailag is, és valóban energetikailag is van egy volt, és van is egy üzenete ennek a béke imának. Talán az volna a leghelyesebb, hogyha az egész világon ilyet, vagy ezt, vagy ehhez hasonlót az összes művész, az összes alkotótársam ezzel foglalkozna is, ilyen jellegű energetikai minőségeket bocsájtana ki, hiszen nincs hova menekülnünk ezen a bolygón, abban az esetben, ha egy ilyen őrült Klaus Schwab által agymosott ember egy rossz döntést hoz. És csak imádkozni tudunk azért, hogy Vladimir Putyin, aki állítólag a Klaus Schwab állítása szerint szintén az ő suliában végzett 93-ban, vagy egy ilyen Angela Merkel, vagy egy Orbán Viktor, vagy egy akármilyen kicsi vagy nagyobb falsúlyú politikus, egy, vagy például most, hogy ugye a románok, lengyelek is ugye NATO beavatkozást kérnek. Egyetlen egy rossz mozdulat, egyetlen egy rossz gondolat, és végünk van mindannyiunknak. És ez, ahogy az a kis előadásom elején elkezdtem mondani gyerekkorom óta, ez az atomháborús, hidegháborús energetikai fenyegetés, ez jelenleg most jutott el a eddigi tapasztalataim szerint a legmagasabb szintre. És igen, támogatom, tehát én kiállok most jelenleg az orosz álláspont mellett, hisz nem lehetett, hiába beszél össze-vissza mindenki, mindenféle ilyen hóhányú, meg ilyen szófosó
ellenzéki, meg liberális, meg nem tudom, bármilyen oldalról ember hülyeségeket. Valóban az történt, hogy a NATO volt, amelyik körbekerítette az oroszokat mindenféle aljas, cselszövős módszerekkel, tulajdonképpen rabolni, mint a csuka szándékozott, és semmilyen más lehetőséget nem láttam én sem abban. És vártam ezt, és tudtam, hogy így lesz előre, éreztem. Sok-sok komoly tudó orosz barát, vagy ukrán származású barátommal is egyeztetve, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, le kell számolni a kazár mafiával. És tulajdonképpen ez történik most. Bármi lehet, nem szeretnék senkit ijeszgetni. Szerintem a legöregebb hindú se tudja most elmondani, hogy a viccben van, vagy a közmondásban, hogy a legöregebb bölcs sem tudja megjósolni, és én sem akarok jósolni, hogy mi lesz. Csak rajtunk múlik most, hogy mi lesz, de az ál szentség és az ál béke hirdetés tehát a rossz fiúk elszámoltatására szükség van, tehát anélkül nem lesz rend. Tehát a rendet kell teremteni. Nem lehetett ezt már tovább húzni, és nem lehet megcsinálni azt, amit mondjuk pont a Trump sem csinált meg, amikor neki meg kellett volna csinálni, és nagyon sokan vártuk. Látjuk, hogy mi történt Kanadában, látjuk, hogy ki kivel van, látjuk, hogy milyen összefüggések vannak, például a kanadai elnök milyen módon támogatta ezt az ukrán mafiózó társaságot, ugye a kazár, ahogy a Putyin nevezi a nácikat, valóban ezek nácik, ezek már abból a szempontból, hogy embereket öltek, emberek tömegeit kínoztak, lőttek, 15 ezer tán az orosz veszteség Ukrajnában. Tehát azok az emberek, akik most elkezdenek mindenféle ilyen Mühlmeier dumákkal előjönni, mint ahogy a pandémia idején is előjöttek, és aztán kiderült, ha még egyszer hivatkozhatok arra a 120 filmre, ami a Spirituál Tövő oldalán fent van, kisfilmek, tudományos filmek, orvosok, stb. Hiába beszélnek mellé, az igazság az igazság, a tények azok tények. És most a tények nagyon keményen megmutatják magukat, és nagyon szeretném, hogyha életben maradhatnánk, ha nem kellene azt megélnem, amit abban a bizonyos álomban megéltem többször már gyermekkorom óta. Feltankoltam az autót, erre voltam képes. Másnak is ezt javaslom. Keressük a menekülési útvonalat akár minél messzebb ettől a régiótól, mert itt bármi létrejöhet. Bármilyen hülye, bármilyen rossz lépést fog tenni, akkor itt olyan robbanás lesz, amiben mindannyian bele fogunk pusztulni. És ez már nem játék, ez már nem politika, ez már nem üres beszéd, amit látunk az ENSZ-ben, a NATO-ban, az Európai Unióban. Nem szabad hallgatnunk most már ezekre az emberekre. Láttuk, hogy mi történt az elmúlt 2 éves pandémia időszakban, mekkora baromságok történtek, mekkora emberveszteséget okozott az ő tudatlanság, vagy tudatos gonoszságuk, akkor így mondom, mert ez nem tudatlan, ez egy tudatos, gonosz ember, aki elhallgat információkat, és emberek 100 millióit szenvedésre ítélt, tönkrementünk gazdaságilag, lelkileg, pszichésen, gyermekeink, és még mindig betegek vagyunk, és még hallják, még mindig küszködünk, és még mindig nem elég. Nem elég, hogy mindjárt vége lett volna a pandémiának, most mégis lett egy világháborús előkészület. Vége van ennek a régi rendszernek, kedves, drága, aranyos Jehova,
vagy Jahve, kedves drága aranyos Satanel, kedves drága aranyos Illuminati, vége van. Száz és száz alkalommal elmondtam, tudomásul kell venni, amikor a sakkban mattot adnak, akkor vége van. Nem lehet, hiába sepred le az asztalt, vége van, elvesztetted. Én úgy gondolom, erről szerettem volna beszélni önöknek, nem akarok illetékes megmondó elvtárs lenni, hisz percről percre figyelem az eseményeket, és percről percre változik minden, tehát lehet, hogy egy fél óra múlva már teljesen más lesz a helyzet, mint hogy amit most én elkezdenék illetékes elvtársként mondani. A híreknek a nagy része kamu, nincsen a helyzet magaslatán senki. Tehát Isten kezében vagyunk, a saját magunk hite, energiája, ereje hozzá tevődik. Minden egyes pillanatért meg kell harcolnunk, és minden egyes imánkkal, minden egyes életérzésünkkel az életben, az életet, az emberiség fennmaradását, a szabadság és az igazság előre menetelét, a felszabadulást, a bűnösöknek a megbüntetését, a kizárását a további történésekből kell szem előtt tartanunk, és nagyon szépen kérem minden kedves, drága, aranyos nézőmet, hogy nézzék el az én sok-sok esetleges hibámat, meg sok-sok mondjuk tévedésemet, vagy bármit. Én mindenemmel azon vagyok, hogy túléljük ezt a helyzetet, és egészségben, szabadságban összeüllelkőzhessünk hamarosan. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Jó egészséget kívánok mindenkinek! Yeah.